Krúdi Gyula, magyar író karácsonya. Fagyú gyertya helyett villamos lámpás világít ugyan a magyar író papírosa fölött, amidőn a bakhava második felében korán sötétedik a ködös délután, ám én mégis azt hiszem, hogy eleink a régi írók, akiknek élete körülbelül száz előtt folyt le Magyarországon és az irodalom történetben, boldogabban, megelégedettebben várták a szentestét. Ha majd egykor írni lehet a mai korszakról, megállapítja egy kései bogarász, hogy a magyar írónak ezekben az esztendőkben volt a legkopottabbak a kabátja, legrongyosabb a kedve, legcsekélyebb a reménye. Még dús gavalléroknak látszanak az ősök a mai utódokhoz hasonlítva, például akár a 48 előtti korszakban, amelyet néha az irodalom hőskorának is szokás emlegetni, hisz maga Vörös Marti Mihály is nyomasztó gondokkal küszködött. Petőfi pedig néha napokig kutyagolt az országúton, amíg baráti hajlékra talált. Ám kabátja, kedve, reménye és főleg jó akaratú barátja csak nem minden írónak volt a leghősibb korszakban. Az írók szép, komoly zrínyi kabátokban vagy ünnepélyes kazinci öltözetben rajzolhatták magukat könyveik első lapjára, Vajon kinek van ma a térdigérő kabáthoz elegendő paraszti abaposztója? A kutyagoló hősi korszakban az írónak néha olyan jó kedve volt, hogy pajkos dorottyára is jutott belőle. Vajon hová lettek a korszakunkból a dúskeblű honleányok, akik fánkkal, csókkal táplálják az ifjabb költői generációt, borral, ünnepi malacsal a koszorúsokat? És a remény. Egy gyönyörű tündér ugyancsak gyalogpostával járt kazinci leveleivel, kármán újságjával, de mégiscsak megérkezett a címzett helyre, az író sohasem tette le a tollat csüggedségből, legfőjebb testi nyavaja okából. Vajon hol írják manapság azokat a leveleket, amelyekből az író hitet, bizalmat meríthetne a jövendőhöz? Hát még a barátok serege, akik lucanapi vásárkor a pesti piacon megvásárolták az írók legújabb munkáját. Diadalommal vitték haza messzi falujukba még a kalendáriumot is. Dunántúli bort hoztak kisfaludi Károlynak, karácsonyi sódart virágbenedeknek, előfizettek, igaz, hogy alig száz és egy néhányan, a zalám futására, barátkoztak, vigattak együtt az írókkal, nyitott kapuval várták a vándorszínészt és a falusi poétát, ezek a hívbarátok, jámborrajongók, pirosképű ismerősök, akik még világosan nem is tudják, csak homályosan sejtik, hogy a nemzeti literatúra ápolása, hazafiúi kötelesség, vajon hová lettek száz esztendő múlva. Manapság minden nadrágos ember megtanult az iskolában, hogy a hazai irodalmat pártfogolni kell, és íme a legnehezebb időkben baráttalanul, egyedül, sőt gyakorta üldözötten áll az író a nagyvásár közepén, ahol minden portékának van vevője, csak éppen az ő holmiának nincs. Boldogok voltak azok az öregek, akik fagyú gyertyácska mellett sóhajtozva, ősi korszakot küzdve életükben félig szenté vállottan írták az egykori magyar irodalmat. A mai magyar író már nem is sír, nem is sóhajtozik, nem is küzd, mert nincs mivel és kivel küzdeni. A mai író már nem érzi azt sem, hogy majd egykor bámulni fogják a szörnyű korszakot, amelyben az irodalomnak nem volt bűne, sem becsülete. A mai író üldögél elátkozottan, megbűvölten, reménytelenül, mint a halász, akinek hálója kiugat. Vagy pedig megalkuszik korában az író, követi a világot ordináré forgásában. Eldobja az írótollat, megtanul bukfencet vetni vagy beáll szenzációnak és csöndesen neveti a bolondokat, akik még eladó könyvekkel a hónuk alatt házalnak az országban. Azért volt boldog a régi magyar író karácsonya, mert fagyú mellett is falatozhatott kenyeret, amelyet a munkájával szerzett. Hol van manapság az a magyar író, akinek az olcsó betűcskék megtölthetnék üres tarisznyáját, földiszíthetnék kis karácsonyfáját?